Kóstolóval készültek a helyi termelők és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara munkatársai a Nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános Iskolában. Az intézményben a mezőgazdaság sokszínűségét ismerhették meg a diákok, akiknek már nem volt ismeretlen az Agrárkamara, korábban a mézes reggeli programnak is egyik állomása volt az iskola. A csütörtök reggel apropója az itthonról otthonra edukációs közösségi profil volt. Ezen keresztül az egészséges táplálkozásra és a magyar élelmiszerek fontosságára hívják fel a figyelmet a szakemberek. Az internetes látogatottság alapján döntött úgy a kamara, hogy az ott elérhető adatokat előadás keretében mutatják be a diákok számára az ország különböző pontjain. Ezzel azt szeretnék elérni, hogy a tanulók a későbbiekben tudatos vásárlókká váljanak, és előnyben részesítsék a hazai termékeket. Személyes tapasztalataim nagyon jók, nagyon nyitottak a gyerekek, örömmel fogadják az előadás anyagát, mindig vannak kérdéseik, és ami külön öröm számunkra, mindannyiunknak, akik a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál dolgozunk, hogy ezt az előadásanyagot, amit összeállítottunk, érintve 6-7-8 tantárgyat korosztálytól függően, eddig minden iskola kérte, hogy hagyjuk ott, és biztosítottak minket arra, hogy a jövő évi tanévben ezt be is építik a tanrendjükbe. Az Országjáró Fórum megyei jogú városonként két intézményben szervez előadásokat. A Nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános Iskola volt a 25. állomás.